gondol szép továsáról, tetszik? Hello. Mit fogunk látni most, szia? Hát most éppen a marhák kínálatomból szegy van bent, ami meg egy pici nyakit oldalt. Ez pedig oldalt ugyanígy ilyen szegy és nyaknak a keveréke, egy ilyen zöldség alapú kávésmártással van bekeverve, hogy jobban szaftosabb legyen. Ugye van egy kis csirke mellünk is, ugyanúgy barbecue. Wow. Sertés oldalon pedig... Ez már van másik, tudod, mint a izé. Nem csak egy van. Van itt pár darab oldalas. Egy kis bőrös császár, kis sertés kolbász, meg pult borkonya, ami egy téped lapot kapusi, ami szintén ezzel a kávésmártással van összekeverve. Aha, szóval igazából a mártás akkor az nagyjából ilyen egységes, hogy igen. Gondolom. Ez a kettő van leginkább, ugye, mert ezek kicsit ilyen szál, ez a rész a sertésnek is, meg a marhának is, hogy egy kicsit szatosabbá tegyük a dolgokat. Csak én kapok egy XXL tált, ugye? Tált. Igen, egy kis kibővített XXL tált. Egy ilyen kis felturbózott. Igen. És akkor először kezdjük a marhanyakkal. Ez egyébként, ugye ez rendes smoker, mert látszik, hogy nem is lehet izélni, meg letagadni se, hogyha akarnánk se. Igen. Ott van rajta a ring. Én is amatőr szinten smokerezgetek, csak azért. Igen. Persze, azért mondom, nem tudtak izélni, megtévesztem. Ha szeretnélek se. Ez a város legrégebbi ilyen barbecue helye, vagy valami ilyesmit hallottam, hát, nem tudom, ez... nem feltétlenül a legrégebbi, de szerintem egészen az elején kezdtünk ebbe a dologba bele. Nagyja 6 éve létezik, 2016 óta van a Smoky. Aha. Ez a Smoker őrület, ez ugye Amerikából indult, igen, ugye? Igen. Mi például a texasi barbecue vonalat követjük egyébként. Az határozza meg például a körületnek is az ízét. Uh-huh. Ó, ez az oldalas. Is szóval ez a marhának és a sertésnek a tökéletes kombinációja lesz. Pontosan. Hát a vegetáriánusoktól ismét elnézést kell kérnem, sajnos. De én láttam, van vega burgeret. Igen, egyébként vannak vega opciói. Hogy lehet megkóstolja milyen izéből, poénból a vega. Kis bőrös császárt is. De jól néz ki. Úristen. De mindenből is egy kicsi. Na hát igen, azért ez a pulled pork ez ilyen hasonlóan kéne kinéznie, mert én is próbálkoztam, de nekem annyira nem sikerült még ennyire, ennyire omlósra. És egy kis kolbászt is. És akkor itt teljes lesz. Ez a koszló, nem? Vagy milyennek a neve? Igen, koszló saláta. Ezt egyébként ti készítitek? Igen, minden köretet mi készítünk. Minden saját készítés? Szentendrei úton van a báziskonyhám. Aha. És ott van a pitmesterünk, aki füstöli a húsokat, és egyben a barbecue köreteinket is készíti hozzá. Azért kíváncsi lennék, hogy tudsz-e ilyen adatokat, hogy hány kiló hús fogy el egy nap, vagy egy héten, vagy egy... Hát... Gondolom azért megy. Azért megy, igen. Hát ilyen kis hagymás sós uvarkarát. Micsoda hagymás sous-törming? Azt hittem. Ettél már olyat? Nem. Ne próbáld meg. Nem jó. Hát az a rohasztott hal, ez a norvég vagy svéd. Kegyetlen rossz. És csak így ide mellé. Ez ilyen igazi texasi feeling. Milyen szilvás? Szilvás barbecue sauce. Szilvás barbecue sauce. Csípőset nem is adtok mellé? Szeretné? Mi lehet kérni? Persze. Hogyne, ha akkor igen. És másik, ez pedig egy füstös édes sauce. Van egy brutál csípősünk, egy kis Carolina Reaper szószunk, hogy gondolod. Van Carolina Reaper szószatok? Persze, hogy van Carolina Reaperünk. Jöhet, igen. Egy kicsit nem kell sok. Elég. Ez Carolina Reaper szósz? Igen, Carolina Reaperből készül, és kápia paprikával van még egy kicsit. Úristen! We'll be right back.
Hát sziasztok, hello! Sziasztok! Itt van velem Tibi, Pupi, Teka. Ó, ez olyan unalmas már! Csibész! Na, itt van velem Hajni, és... Én vagyok itt. Miért vagy itt? Hát minek? Azért, hogy szeress engem. És támogass, szupportálj ezen a küldetésen. Meghívást kaptunk a Smoky Monkeys barbecue-ba. A Smoky Monkeys! Ami Hajniról lett elnevezve, mint később kiderült. Szóval, hogyha zavar az, hogy ennyit bántalmazlak verbálisan, és ez milyen jó. Én kaptam egy XXL tálat, ami egyébként így csak a hús rajta közel fél kiló, plusz köretek, szószok, illetve kaptunk egy kis desszertet is mellé. Ez egy Smoky Monkeysnek egy saját, egyébként ők csinálják, ez egy ilyen banános pudingos dolog. Baba piskótás, ha jól De jó illetom. Ez a desszert. Ez a desszert, igen. Te is tudod, hogy mostanában nagyon rákaptam a barbecue-ra. Szóval otthon is szoktam egyébként barbecue-ba sütögetni, smokerbe egyébként mostanában ilyen pitmaster babérokra szeretnék törni. Hát azért elég sok videó született most a bazilikai kajádákról, meg itt a karácsonyi vásáros kajádákról. Mi most kicsit mellé megyünk, a karácsonyi vásár és a bazilika mellé, mert itt van körülbelül egy perc oldalog, szóval egy nagyon pikpakit vagyunk. És ide jöttünk mellé, és mi most barbecue-t fogunk enni télen. Egyébként ezt elmondták, hogy ez ilyen kávés ízében van, aztán ezen is ilyen kávés pác van, vagy nem tudom. Milyen az oldalas? Ez is oldalas, igen, és már az jó, hogy nincs tele mindenféle... Csumival? Igen, csumival, meg csonttal, hanem tényleg ez a szép színhús. Ja, én meg kaptam hozzá Karolina szószt. Megkóstolom magába a Karolina szószt. Érezd a karolinát! Hajni! Mi az? Kóstol meg! Ez nagyon-nagyon kevés karolina lehet benne, mert annyira jól el van találva az arány, és ez finom. Nyugodtan. Ja, neked. De fura, így se ettem még karolinát ilyen ennyire higítva. Nem marra szét az arcodat, és még érződik rajta finom paprika, mert kápiával van kombozva. Tényleg jó. Ez így nagyon jó. Ez finom. Nem tudom, ki keverte ezt ki, de... Jó, biztos, hogy többet ennék, akkor nagyon csinál. Nem tudom, ki keverte ki, de gratulálok neki amúgy. Nagyon jól összekombozta. Kóstoljuk meg a pulled porkot. Ez a szósz. Ez a barbecue szósz? Ez nagyon finom. Hát szilvás. Hú, de édes. Nagyon jó. Ez biztos, hogy szilvás. A szilvás az nagyon, annyira érződik rajta a szilva egyébként. Hát ez a kolbász. És egyébként tényleg minden smokerben készül. Ezt kóstolom meg ezt a kolbász, Anni. No. Ez nem egy olyan hű, de extravagáns, vagy gurmé, vagy extra durva kolbász. Viszont így a smoker íz az annyira átjön benne. Igazából ezt teszi ezt úgymond ilyen különlegessé, hogy ó, kaptam még valamit. Úristen, very big. Very big. Nagyon jó. Hát köszönjük. Megmutatom közben. Kóstol meg a kolbászhoz. Mit szólsz a kolbászhoz? Ja, már megettem. Jó. Ja? Ugye, hogy igazából nem a életem legjobb kolbásza, nem arról van szó, de annyira jó ez a füstös barbecue. Igen. Íz, meg illata, meg ilyen erősebb lesz tőle így az íze is. Nagyon jó kiadja. Egyébként a salátát is mind itt készülnek. De jó, baszkő. Ezt a szószt minden nap tudnám enni. Mindenhez. Ez valami isteni finom. El kell kérni a receptet. Szólja Gergőnek. Bőr. Legjobb. Nem eszed meg? Hagyd ide. Rajta van a bőr, én azt nem nagyon szeretem a bőrt, úgyhogy hagyja. Azért mondom, miért nem szakad át, mondom, hogy barbecue húsnak el kell, hogy szakadjon így gyönyörűen. Lesz a mikrofon, már nagyon hallani fogják, hogy csámcsogunk. Oldalas, nekem is van oldalas. Te nem csámcsogsz úgy, mint én. Te nem eszel úgy, mint egy malac. Nagyon hasonlít arra, amit Egerbe ettem, mint a Laci bácsi csinált Egerbe. Mm-hmm.
Ha nézze meg ezzel a szilvással. Nagyon finom, nagyon illik hozzá. Most akkor ne egyek késsel villámot? Mm. Szerintem nem kell. Bocs, hogy így émeszkedek, de nem, egyszerűen nem tudom én fapofával megenni. Pont annyi romlós, hogy így kell lenni a oldalasnak, hogy még legyen tartása, szóval azért a csontom még tapadjon meg, viszont nagyon-nagyon minimális erőbefektetéssel le lehessen szedni, vagy harapni. És ez működik, és a szádban omlik szét igazából. Ugye ezt így kell lenni ennek elvileg, hogy így meg kell hajolnia, de nem szakadhat el, csak hogyha széttéped. Így viszont szakad. Nagyon, nagyon szakad. Nagyon szépen látszik a smoke ring, ugye ez a rózsaszín kis gyűrű, amit kap a hús füstölésnél. Mm. Nem eszed meg a porcot? Nem. Na, majd ide. Hát milyen ember vagy te? Mm. Írjátok meg, hogy ti megeszitek a porcot, vagy nem? Hajni meg a csontot is magát. Nem gondoltam volna, hogy eljön az is, hogy életemben azt fogom mondani, hogy a Carolina szósz finom, és kérek még, de nézzétek, hogy hogy tunkolom. Így beletunkolom a hús, mert tényleg annyira finom a aránya, annyira jól ki van keverve ezzel a kápiopaprikás krémmel, hogy nagyon minimális Carolina lehet benne egyébként. Szerintem egy átlag ember ezzel az XX-et állap simán jól lakik. Itt nem az a lényeg, hogy tényleg fullon legyetek, és hogy egész nap ezt tudjátok enni, mint otthon mondjuk, ha megcsinálsz egy kondér lecsót, hanem ennek a élmény a lényeg, hogy ez egy barbecue élmény. Ami ugye nem minden nap ezik az ember. Mert hát azért azok azért sültek egy 5-6-8 órát, 10-et. A randi helyszínnek tökéletes. De megmondom őszintén, hogy nekem ez így elég is lesz. És én tudok enni. Pedig én a tetállal a szélre nem volt valami nagy. Nem volt egy extra nagy. De így mindennel együtt. Ja, szerintem te is jól fogsz lakni, mire bevágod azt a szendvicset. Uh-huh. A 100%. Uh-huh. Mivel most nem challenge, így igen. Szerintem meg tudom menni ezt a szendót hagyni. Csak. Hát én már nem is tudom, melyik szendvics mi a neve, úgyhogy ne haragudjatok, nem tudom fejből ez melyik. Rengeteg szendó van, nagyon sokféle. Amúgy van vegetáriánus is, ha valaki esetleg arra szomjazna. Annyit megette. Ja, persze meg. Gratulálok, nagyon jó volt. Ez a szendvics extrákkal. Otthoni ízeket juttat eszembe. Igen, neked is annyit eszelt, ami egyébként hasonló. Én is igen, ilyesmit csináltam volna, de nagyon fő. Úristen, ez a cheddar. Hát a cheddar szósz, ami benne van, ez annyira krémes. Baszki. Nekem egyébként, ami kevésbé jön be, de az egyén ízlésem, az a krumplisali. Persze, mert nem hús. De. Mondjuk én a krumpliban nem úgyse vagyok annyira kibékülve, szóval... Puha a kifli. Nagyon. Benne van minden, amit imádok. Jalapeño, kosztósali, cheddar sajt, hús. És ez a tépet hús benne. És azért jól laktál? Mm-hmm. Igen? Mondom. Jó. Most arról lenne szó, hogy most challenge-be, hogy mit tudom én. Még egy ilyen kanyart lehetne tudnék csotolni amúgy. Biztos. A receptet elkérem pedig. Nagyon szaftos. Nagyon tele van ízekkel. Ez a kávéspác, ez is érdekel, hogy ez mi lehet ez? Húzzad neked is egy csíkot? Hát... Ez nagyon olyan, mint amit te szoktál csinálni. Igen, igen. Ez olyan banános. Ugyanolyan. Max a krém az valahogy én nem tudok ilyen vaníliás krémet igen, csinálni. Igen, mert te ízével csinálod, hogy mascarpone-val. Mascarpone-val. Mascarpone. Mascarpone. De én hogy vélekedek? Hát azért szerintem csak olyan éttermek vannak, meg olyan éttermekbe megyünk, ahol mindent saját kézzel készítenek azért. Meg olyat is vállalunk el, ahova szívesen megyünk. Szóval. Hát azért ritka az, hogy bemegyünk és akkor észreveszük, hogy a rántott hús, mit tudom én, fagyasztott, hát azért ilyen nincsen már. Hát azért próbálunk olyan helyekre mi is elmenni, azért megválogatjuk, hogy mondhatom ezt.
Ezt megeszem, és még kinn a vásárban én nézek magamnak valami kis desszertet. Persze. Nekem ez tetszett. Kimondottam. Nem szoktam úgy kifejteni, mint a Miki. Engem nem érdekel a textúra, engem nem érdekel a kinézet, nem érdekel mire hozzák. Én éhes vagyok, bejövök, rakjálkelném, és hogyha finom, akkor jól lakok, és én elégedett vagyok. Ennyi. Annyira nem volt nagy barbecue-s. Szóval amikor én is kitaláltam, hazahoztam a smokert, hogy mostantól barbecue-zni fogok, akkor azért hát így nem igazán izélte, nem, hanem azt mondta, hogy mit izélsz, ott 5-6 órákat, te hülye gyerek. Ez a barbecue-zás, ez balfasz, olyan pasi nekem dolog. Ez nem egy ilyen házi asszonyos dolog, hogy most kicsattogok, és akkor a kis ártuditóba berakom a húst, és akkor várom, hogy megsüljön föl. 8 órát várom. Nem, ez ilyen pasis dolog. Pár sör mellett ugye férfiak nagyon jól el tudják készíteni. Főleg én, amennyit sörözök. Jó. Jó, hát most nem rólam van szó, persze. Van egy ilyen amerikai testépítő szakállas bácsi, aki állandóan ordítozik, azzal tett ismertséget. És volt neki egy olyan kijelentése, hogy ne az íz miatt tegyél, hanem a funkció miatt étkezzél, hogy mert kell. És hogy azt vidd be, ami kell a szervezetedbe, és hogy ne az íze miatt, meg ne a... Érted, hogy... Mm-hmm. És ez úgy beleégett az agyamba, és ez engem akkor is fölbaszott, és most is amúgy. Hogy képzeli ez a barom? Hát oda menni, úgy lefejelném, nekem az étel az egyébként olyan, mint másnak a cigi. Vagy egy dolog, hogy nekem egy ízén, tudod, kaja az nekem ilyen esemény. Én nem úgy eszek. Jó, hazudnék, azt mondanám, hogy mindig, mert azért otthon sokszor van, amikor annyi időm nincs, hogy leüljek enni, hanem tényleg menet közben állva konyhába gyors bekapok valamit. De hogyha tehetem, akkor viszont szeretem kiélvezni. Leülök, és a monitor előtt kis videót berakok, nem a sajátomat, mielőtt azt hinnétek, és itt szeretem nézni, és akkor úgy enni. Nem tudom ez miért, de egyébként nagyon sokan is az a visszajelzés, hogy nagyon sokan vagytok, akik ugyanígy esztek. Ez miért lehet? Ez nagyon érdekes. Még a YouTube előtt nem volt ilyen, meg tudod, ott az emberek kénytelenek voltak a családjukkal enni, tudod. Milyen rossz lett? Milyen rossz volt az, nem? Írjátok meg, hogy ti is egyébként szeretitek ezt a fajta étkezést, hogy közben sokan, YouTube videót néztek. Sokan nagyon sokan, és nem gondoltam volna, mert emlékszem, amikor hülyének néztem mindig? Mikor? Most is annak néztek. Hát, jó, az igaz. Minden kajálásnál beraktam egy videót, így a nagy tévén, beraktam, mert arra volt kötve a gép, és lefeküdtem a heverőre, tudod, hogy hasamra raktam a kaját, és akkor elindítottam mindig a videót, csomósz, hogy felültem, és akkor így nyomkodtam a klaviatúrát, és akkor visszafeküdtem, és akkor jöttem, és néztem a videót. És te emlékszek, amikor néztél, hogy bazdák, hogy miért nem tudod csak így megenni, fogni és megenni. Linkek a leírásban, kövessetek YouTube-on, Instagramon, mondjuk a YouTube-on valószínűleg akkor itt vagytok, és itt néztek. Szóval akkor itt is iratkozzatok fel, meg ilyenek Twitch-en, Instagramon, Facebookon, igen, mostanában Facebookra is posztolgatok, úgyhogy ott is lesznek ilyen behind the scene képek, meg ilyen erotikusabb. Az OnlyFans? Erre, mi? Behind the skin. Behind the skill. Behind the skin, azt mondtad? Nem tudom. A nagy sztár. Behind the skin. Mi van? Mit csípolsz? Olyan vagy, mint a Devon. Átvetted a Devon stílus, baszdmeg. Amit a lefőtt kávé, úgy csípolsz már te is. Hát egyetek jókat, nőjetek nagyra, sok locsolót, meg ilyenek. És akkor, hajni légy szíves, most flexelj velem együtt. Twitch-en annyian szokták kérni, hogy hajni flexet kérünk. Flexelsz most egyet? Most létszi. Jó van. Most az egyszer. Háromra. Oké. Egy, kettő, három.